röplabda mérkőzés, mint a városi sportcsarnokban. Békés Csaba, Jászberény találkozóval folytatódik a röplabda NB1. Köszöntöm a kedves nézőket. A fehérmezes csabaiak kezdik majd a játékot, kékmezben pedig a vendég Berényiek ezen a találkozón. A CEF kupa továbbjutás után tehát újra hazai porondon kell bizonyítani a csabai lányoknak. És erre minden esélyük meg is van. Bár a Jászberény mindenképpen nagy célokat szöveget. Ez a labda sokat vaciláltott a háló tetején, hogy hová essen. Végül azonban egy rontott nyitással vette kezdetét a mérkőzés. Aztán megismerkedünk a főszereplőkkel. A csabai együttes összeállításában nincs nagy meglepetés. Tanya Matic kezdi el a mai pontgyártást. Szóval a csabaiak, nyugodtan mondhatom, hogy most már megszakott kezdőcsapattal a pályán, hiszen ebben az időben legtöbbször ez a csapat futott ki kezdőként a pályára. Liberóként Malcsányi Rita van ott a csapatban. És egy jó blokk a vendégektől. Blecher Nóra mutatta be. Egy személyes blokk volt, de annál hasznosabb és eredményesebb. 2-1 a vendégek javára. Két játékvezető, Mezei Zoltán és Nagy Lajos lesz majd. Sós Nikolett érkezik és bombázza be az egyenlítőt. 2-2. Bodnár Daratja érkezik nyitó posztra. Nem jó az ejtés a végek részéről, és csabai rontás mutatja Mezei Zoltán. Tálas volt. Az, aki rontott, úgyhogy 3-2, harmadszor is a vendégek szereznek vezetést. Sara Clement! Szűk feladás Tálas részéről is. Clement maga biztosan értékesíti. Sós nyitása. És kint volt ezek szerint. Nem sokkal került a vonalat a labda, azért vártam ki én is. A játékvezető mit mutat, de pár milliméterrel elmérték a vendégek, úgyhogy először csabai vezetés a mérkőzésen, 4-3. Ez most lecsorog a blokkról, Clement és Tálas állt össze. Tálas mutatja, hogy ez most az övé volt. Ő rontott. Igen, a Kisan alá volt a pontszerző. Három légiós egyike. Hát ez számmal játszó. Nagy harc a hálónál, és ezt most elveszítik a csabaiak. Itt Kisan alá volt az, aki jól dolgozott. Leicher Nóra 14-essel. És szabálytalan érintés hazai oldalon, 6-4 a vendégeknek. A CEF kupa továbbítás után nagy kérdés, hogy mennyire lesz friss a csabai csapat, és a háló ezúttal is a vendégeknek segít. Most ez átszédült. Labda védhetetlenül gyakorlatilag. És Szasa Negyeljkovics már is időt kér. Csabai lányoknak szüksége van kis megbeszélésre, mert kicsit tompán kezdték ezt a találkozót. El kell vennie a ritmust.
fehérvezes hölgyeknek, hiszen a Jászberény mindenképpen olyan csapat, amely komoly célokkal érkezett erre a bajnokságra. A csapatoknak mindenképpen oda kell figyelni erre a mérkőzésre, nem lehet félvárral venni az ellenfelet. Lássuk tehát a folytatást, 7-4-es vendégvezetésről. Szerek Lement kanyarodik fel és blokkal együtt oldja meg. 25. Csabai pont. Szakmári Gréta kéri a labdát és ő nyithat. Hárman álltak össze a csabaiaktól. Ez most jó védekezés volt. És ezt meg már Tanya Matics értékesíti. Most jó volt a mezény munka is. Jó volt a befejezés a végén. Egy pontra zárkózik vissza. Bieres az időkérés után. Nagyon jó a nyitás, Szakmári! Rögtön egyenlít a Békés Csaba. Szinte pillanatok alatt 4-7-ről 7-7. Szakmári folytathatja hasonló nyitást. Szívesen látnának a csabai szurkolók. Ezt most Lékó Lilla maga biztosan fogadta. És nem tudják áttenni a kékmezesek, pedig nagyon dolgozott érte. Pintér Andrea 11-essel szépet vetődött érte vendégek játékosa, de mint hiába 8. csabai pont is megszületett, úgyhogy zsinórban 4 hazai pont és 8-7-es előny az első technikai szünetnél. Szükség volt erre az időkérésre, hazai mester jókor gyúlt bele és rögtön koncentráltabbá vált a játék. Most a jászberényiek használják jobban az időt, hiszen a csabaiak már ott állnak a pálya szélén. Deme Gábor ezúttal több mondani valóval szolgált csapatának. És csabai szurkolók a trendje és módja szerint biztatják az hazai lányokat. Szakmári, óriási bomba, lelátóra pattant el a blokkról, 9-7. Szakmári, nem lehet őt kirobbantani a nyitó helyről. Nagy volt a futás. Az egy csapatkapitánytól, de Sós Nikolett végül nem tudta összeszedni a labdát, úgyhogy zsinórban 5 csabai pont után. Most a vendégek is feltettek egyet az eredményjelzőre, 9-8. Tálas teszi át egy kézzel. Számtelen megoldás volt. Tehát ezt a válogatott feladótól megszokhattuk, hogy egyet ilyen megoldást elővezet egy a szedben. És az a nagy kérdés mindig, hogy ezt mikor húzza elő az ellenfél. Sokszor nem tudja ezt lereagálni. És Tálas! Nagyszerűen dolgozik ott a hálónál. Most
egymás után kétszer villan a feladó. 11-8. Szara Clement következik. Ez egy nagyon nagy out. Rontott nyitás a második. Az egy együttestől. 11-9. Borsos Lili. Lással Szakmári fogadta. És az elpattal a csavai blokkról. 11-10. Ivan Gárdovics. Vendégek csapatkapitánya. Volt a pontszerző. Csányinak kellett koncentrálnia a fogadásra. Csányi ezt már nem tudta irányítani, ezt a labdát. Van 3 vendégpont most, és 11-11, megint egyenlő. A vendégek érthetően nem adják olcsón ezt az első szettet. És egy óriási blokk Pintér Andrea. A Republic sláger itt a városi sportcsaladokban, hát a csabai lányoknak is ébredniük kell, mert 11-8 után most 4 pontot hagytak válasz nélkül. Hármas blokkát össze megint. Ez egy óriási out volt. Regana Brukovics bombázta messzire. 12-12. Válas. Nyitással. Onnan nem sok mindent lehetett kezdeni ezzel a labdával. Meg is volt a rontás Pintértől, de hát ez nem az ő hibája volt elsősorban, hogy ilyen helyzetbe hozták a csapattársak őt. 13-12, fordulatos. Az első szett eddig, most újra a hazaiak vezetnek. És Sós, lockout. Messzire pattan. Védekező vendégkézről adta. Sós értékesítette. Most Remek Gábor kér időt, szóval egy pár szóval a jászberényi csapatról, ha már ők kértek időt. Csütörtökön egy Pauta elleni magyar kupa mérkőzéssel hangolt csapat erre a találkozóra, amely idén a 4 közéjutást nézte ki célként a bajnokságban, ahogy ezt már korábban is említettem. Már tavaly is jó keretet raktak össze, hogy Korvos Mihály szakmai igazgató elemezte a találkozó előtt, de ez a keret még nem volt elég rutinos ahhoz, hogy a rájátszásban eredményesen szerepeljen a bajnokságban eddig. A bajnokságra is esélyes Újpest csapatától az egy pályán kaptak ki. Két kötelező mérkőzés, behúzták a Kecskemét és a Büdeőrs ellen. Valamit megverték a nagy rivális Nyíregyháza gárdáját, az MTK-t hozom az előző fordulóban 3-2. De vereséget szenvedtek, úgyhogy így jön ki az, hogy 10 ponttal egyelőre az 5. helyen áll a tabellán a Berény. 14-13, és egy rontott nyitás most a vendégektől. Ebben van mit javulni a mindkét csapatnak. Tanja Matics következik. 15-13, 2 pontos csabai előny.
És egy gyász! Leragadtak a vendégek. Tanya Matics labdája pedig telébe kapta a vonalat, úgyhogy újra 3 pont a különbség. 16-13, így érkezünk el a második technikai szünethez. Olyan kötelező időkérés, 8-nál és 16-nál. És most megint vendégeknek kell kitalálni valamit, és kell válaszolni a csabai lendületre és a csabai megmozdulásokra. A bajnokságot a forduló előtt a csabaiak vezették. Mondhatjuk úgy is, hogy helyreállt a világrendje, és most ezzel a győzelemmel meg lehet tartani a vezetést a tabellán. Még Tanya Matics kap egy utolsó utasítást Sasa Negyeljkovicstól. És akkor nézhetjük a folytatást. Lobognak a csabai zászlók a lelátón. A szurkolók talán még lelkesebbek az Olympiakos Piraeus elleni szenzációs 3-1-es győzelm után. Így kettős sikerrel van ott, a legjobb 16 között a második számú európai kupában csabai gárda. Ez azonban most hosszúra szállt az labda, 16-14. Gárdovics nyitott, és a vendégek dolgozhatnak ebből, de nem tudnak építkezni, mert Bodnár és Szakmári áll össze. Jó blokkra. Bodnár nyithat. Maradt 3 pontos különbség. És egy blokk, és most állítják meg ezúttal, név szerint Misanovának lehet beírni ezt a jó megmozdulást. 17-15. Pintérre nyitással. Matics érkezik, és óriási ütést küld át a másik térfélre. Nem nagyon lehetett ezzel mit kezdeni. És egy csere hazai a klál. Sós helyére érkezik. Mehet rendszerűen Fábián Fanni. Lássuk. Jön egy jó nyitás. Az utánpótlás válogatott feladótól. Annyira nem volt jó, hogy zavarba hozza a vendégeket. 18-16. Leicher Nóra megint csak nyitással. Kellemetlenül csapódott lefelé a labda, de megvolt a hazaiaknak. És csabai kézről adtam ki. Tálas Zana érkezik ide Mezei Zoltánhoz. De hajthatatlan a játékvezető, úgyhogy ez Jászberényi pont. Jön a visszacsere. Csapatkapitány újra a pályán. 18-17. Igazán jó a fogadás, egyenlítési lehetőség, és jön is az ejtés Misanovától. 18-18. És az egy vezetőedző kér megint csak időt, mutatja, hogy hogyan kellett volna megoldani ezt az előző szituációt. Hát Sasa Negyeljkovics nem mehet be
és nem fogadhatja a jászberényi szervákat. Úgyhogy ezt csapatának kell megoldani a pályán. Lelkes, széles mozdulatokkal magyaráz csapatának a vezetőedző. Hát van mit finomítani a játékon, hiszen eddig akadozik a gépezet. De hát ugye erőltetett a szenetben vannak a csabai lányok, és minden hadszintéren bizonyítani kell, stoppon kell lenni. Természetesen egy jó hajrával az első szett, még simán behúzható. Szakvárinak az előkészítés is el is pörgeti a blokk mellett, ahogy kell. 19-18. Elmozdultak a csabaiak erről a kritikus állásról. Szakmári, akinek volt már egy jó nyitás sorozata itt az első szedben. Azt most Malcsányi nem szedheti föl. Gyújtés volt. Megint csak. Vendégek teszem a játékos által, Isanovától. Szarak lement! Nem kegyelmezett ezúttal sem. 20-19. Szerek lement, gyújtés nyomán. Lehet is szervához. Szűk feladás és jó befejezés. Borsos Lili. Kezdte be könnyedén. És az pedig outra szávos. 20-21. Élezett első szett. Csere a csabai csapatban. Nagy Viktória érkezik 9-essel. Bodnár kap pihenőt. Tanya Matic üti be, Szafel Negyeljkovics meg is tapsolja a kispad mellett, szükség is volt erre a pontra, 21-21. Tenni Szakmári. Most kell pontosabban dolgozni. Ez nem sikerült. Sós nem a legidálisabb helyzetben kapta a labdát. 21-22. Matic, Léko, Lilla szedte volna össze ott a vonalon a labdát, de ez olyan gyors volt, hogy nem lehetett mit kezdeni a bombával. 22-22, kiélezett küzdelem most már minden pontnak. Óriási jelentősége van. Jó a nyitás. És az ejtés Léko vetődött látványosan. Molcsányi, az is szenzációs mentés. Az már elpattan Matic kezéről.
22-23, Ivana Gárdovics. Megint a vendégek járnak egyel előrébb. Óriási mentés. Ez is, és aztán Jászberényi rontás. De Gábor, vendégek vezető edzője, bosszúsan sétál fel és alá. 23-23, kijut szetlabdához, ez a kérdés. Labdamenet előtt, de még ez a labdamenet várat magára, mert időkérés. De Gábor sokáig várt ezzel. De végül a Jászberényi mester úgy gondolta, hogy nem szükség van egy időkérésre itt a hajrában, hiszen ugyanakkora esélyekkel bír csapata is az első szett megnyerésére, mint a bajnoki címvédő, úgyhogy most mindenképpen magához kellett vezényelnie játékosait. Inkább egyébként szempontból volt fontos az időkérés, mondom, eddig szempontból. Csabaiak töltöttek több időt ezúttal a kis pad mellett. Nézzük a hajrát. Nagy érkezik a szervához. Szóval 23-23-nál tehát. És kényes szituációban egy tudás rontás, és Deme Gábor úgy ünnepelte ezt a pontot, mintha már a meccset nyerték volna meg, de biztos, hogy ez is benne volt. Tehát az időkérésben sikerült nagyot kizökkenteni. Tehát Jászberényi szetlabda. Szakmári óriási ütés. Nagyon fontos pillanatban jött ez. Pintér nem tudta lereagálni. 24-24. Kellemetlen nyitás, de összeszedték a vendégek is. Értékesítik is a lehetőséget megint Misonava. Pontszerzőt nem nagyon lehet tartani eddig. Második Jászberényi szetlabda következik. Blaker. Hajrá Csaba, hajrá Csaba. Szóval ellátóról. Hát nagy szükség van most a biztatásra. És nem tudja áttenni. Misonava, aki eddig jól teljesített a második játszmalabdát. És hárítja a BRS-e. 25-25. Marfoni labda a menet. Molcsányi! Szenzációs mentés volt. Sokat gyára. Még mindig játékban a labda. És aztán egy óriási bomba Szerek Lement. De a csabaiak rontottak. 25-26. Én is Szerek Lementet figyeltem. Ő ünnepelte már a pontját, de aztán a játékvezető mutatta, hogy Csabai rontás, úgyhogy harmadik játszmalabda. Vendégek részéről lesz meg egy rontott nyitás. Misonava keze is megremeg itt a hajrában. 26-26. Hát nehéz mérkőzésre számított Csabai stáb. Hát meg is kapták, legalábbis eddig. Misonava most ezt nem rontja el. 26-27. Eddig
a labdáknál. Jól koncentrált a csabai csapat, vagy vendégek rontottak. És Máticsra jött ki az akció, és nem tudja értékesíteni. Jó a blokk. 26-28 hazai szempontból, úgyhogy a Jászberény szerez vezetés a Városi Sportcsarnokban. Pillanatokon belül jövünk majd a második szettel. Nézzük tehát a folytatást. Nem igazán sikerült az első szett vége csabai lányoknak. Negyedik szettlabdát értékesítették a vendégek. De Máticsra jött ki az utolsó akció csabai oldalon. És ezt olvasták a vendégek, és kiválóan védekeztek. Úgyhogy 1-0 a vendégek javára, csabaiaknak pedig fel kell pörögni. Magasabb sebességi fokozatba kell kapcsolni, és akkor meg lehet ez a mérkőzés. Itt hátrányból is. A vendégek rontottak. Mezei Zoltán, Nagy Lajos nézett össze. Tolja ki az első pont a második játszmában. Bajnokságban eddig magabiztosan menetelt csabai együttes. Pontvesztés a Vasas elleni hazai mérkőzés alkalmával volt. Akkor 3-2-re győzött a VRS-e is. Pintér Andrea is belemelegszik ebbe a csatába. Egy-egy tehát. Matics. Ez most úgy jött össze, hogy számolta, ami hasonlót képzelt oda az első szett végére is, csak akkor hibátlan volt a blokk vendég részről. Szara Clement. Nagy bomba. Visonovától a helyére. Bolgár játékos. Szintén a légiósok sorába tartozik, akik emelik a magyar bajnokság színvonalát. Ez ennyi idő alatt is látszik, hogy kiválóan képzett játékosról van szó. Ez most a helyére ment, ez a labda. Szakmári nézte meg, körzővel és vonalzóval oda szerkesztette a vonalra. 3-2. Tálas. Újabb rontottyítás. Ebben van mit előre lépni. Nem csak hazai oldal, hanem a vendégeknél is. Több szervát láthattunk az első szedben. A Nyamatics rontja el, 3-4. Neve Gábor nagyon együtt él a mérkőzéssel. Blecher Nóra. Ott. És az úgy jó. Sós pörgetett. És megfelelő ívben érkezett a labda Jászberényi térfélre. 4-4. Tanya Matics. És egy ász! Neki már volt egy, nem autót mutat. Ez egy Zoltán,
Én ezt bent láttam, de lelke rajta a játékvezetőnek. 4-5. Csabai szurgolók is másképp látták, hogy lehet is hallani. Na hát már menni kell tovább, és Sós ki is egyenlít azon Amarjában. Nem ezen a ponton fog múlni a mérkőzés végeredménye. Bodnár visszatért nagy helyére. Tőle is formajavulásra van szükség, hogy meglegyen ez a találkozó. És megtalálta a helyet Misonova ezúttal is. Kiürítették a csavaiak térfél közepét, és odaérkezett a labda. 6-5 a vendégeknek. Az autóra száll. Borsos rontott nyitásból. 6-6. Pintér. Az egyik 11-es ütött, a másik 11-es nem tudta ezt lereagálni. 7-6-os vendégvezetés. Lékó jól dolgozott, és játékban tartották így a vendégek a labdát, és egészen eddig Tálas kegyetlenül bombázta be. 7-7. Lássuk, hogy érkezik hamarabb előnnyel az első technikai szünethez. Matics megoldja blokkal együtt. Sikerült befejezni ezt a labdamenetet. 8-7-es hazai vezetés, de továbbra is kiélezett a játék. Nem sikerül nagyobb előnyre szert tennie a hazaiaknak. Negyelkovicsnak továbbra is van mondani valója a hazai lányoknak. Kicsit fásultabbnak, fáradtabbnak lehet látni az a lányokat. Szerintem nem úgy sikerül minden labdamenet, ahogy azt eltervezik. Az a lányok hosszak már Grétának. Tartok külön eladást az a vezetőedző. Az Berényieknek most megy a szekér, úgyhogy nekik kevesebb mondani valóra volt szükségük. Egymást közt beszéljék meg a folytatást. Ha nézzük, Szakmári várja a jelet a játékvezetőtől. Most már meg is kapta. Átcsúszik a blokkon. Pintér. Fogja az orrát. Ez amellett, hogy tavalyi pont volt, még fájhatott is. Duplán. 9-7 után Szakmári nyitást rott. Ezekben is fel lehet lelni. És frissességbeli hiányt hazai oldalon. Mutatja Brukovics, hogy az ő labdája volt. Beleért. Közben a csapattárs ott volt mögötte, és megoldotta volna ezt a helyzetet. 10-8. Kint van, nem ért hozzá senki.
Samsonova. Rontott 11-8. És most Deme Gábor, vendégek vezető edzője kér időt, hiszen pillanatok alatt összeszedett 3 pontos hátrányt a vendégcsapat, és gyorsan reagál a vendégek vezető edzője erre. Hiszen ez is hasonlóan fontos, mint az első szed, de úgy, hogy az elsőt a Berényiek nyerték. Ha 2-0-ra megléptének, akkor az mindenképpen óriási előny lenne. De meg Gábor együttesének. Ez természetesen megakadályoznák a hazai lányok, és eddig jó úton haladnak e felé. Sara Clement folytatja. Pontos feladás is. Pintér gond nélkül oldja meg. 11-9. Pintér rontja el a nyitást. Ez a 2-9. És ahogy már mai szezonban is felfedezhettük, a Jászberényiek mezén meceneveket olvashatunk, nem játékosok vezeték nevét, de most semmilyen varázslat nem segített a vendégeken. 13-9, Tanja Matics megint csak. Kői Szakmári húzza a csabai szekeret eddig, ami a pontgyártást illeti. Bocsányi. Nagyon nagy mentés. És a vendégek rontottak, mutattá is. Az egy csapat. 14-9. Cserél majd Deme Gábor. Jó nyitást Tánostól. De a blokk között átcsúszik Sós és Bodnár. Érkezett, de nem volt hibátlan ez a sánc. 14-10. És átteszi Bodnár. És Deme Gábor is reklamálja, hogy ez egy egyszeres érintés volt Bodnártól, de a játékvezető megadja a pontot a csavaiaknak. 15-10. Matics. És egy jó blokk. Nem volt jó blokk. Elsiettem itt dolgokat. 15-11. Borsos mellé kerül a pont. Lékó veszi át. Ő szedte össze ezt az óriási ütést. És az megint csak blokkon surrant át valahogy. 15-12, megint Pisonová. Nehogy megnyugodjon egy picit is a csavai csapat. Gyorsan 2 pontot szerzett a Berény. Pintér
bosszús magára egy kicsit. 16-12, ezt most Szakmári megoldotta. Pont nélkül. Egy 4 pontos hazai for az eredményjelzőn. Így érkezünk el a másik technikai szünethez. De meg Ábor most megint csak nehezebb helyzetben. Mutatja is, hogy mit kéne másképp csinálni. Hogyan lehetne levédekezni csomai támadásokat. Gyorsan pontot tesz erre a kötelező időkérésre a vendégek mestere. És már le is törölte a Wagner táblát gyorsan. Majd kerülnek még arra akciók a mai mérkőzésen. Ebben biztosak lehetünk. 16-12-es csabai vezetés tehát. Podnár. És ez is out. Ez egyelőre végigkíséri ezt a másfél szettet. És jön a válasz Borsostól. 17-13, így gyorsan lépkedünk. A szett közepén, hogyha jönnek a rontott nyitások. És az egy kiváló megoldás a feladótól, ezt el kell ismerni. Sasa Nedeljković készülik majd cseréhez. Fábián Fanni is érkezik, így és Bettina társaságában. Miközben újabb csavai bizonytalankodás. 17-15-re zárkózik vissza a játszberény. Nem lehetett áttenni. Szara Clement kérhet elnézést. Most megállt a csabai csapat. És Sasa Nedeljković, a csabaiak vezető időt is kér gyorsan. Vésős Erzsébet nyomott rá az időkérést jelző gombra. Hát igen, most megint elbizonytalanodott a csabai csapat, és szükség is van az edzői szavakra, mert az berényiek nem fognak meghátrálni, és ők élnek ezekkel az adódó lehetőségekkel is, pedig zárkóztak a csabai hibáknak köszönhetően. És mindössze 1 pont különbség, 17-16. Mások sikerül le erről a kritikus 17-ről elmozdulni a fehérmezes hölgyeknek. Az már nincs meg az olyaknak. Szakmári jó reakció ideje hozott most pontot. Igen, ezekre van nagy szükség. Együtt éljen mindenki a játékkal, és felismerje az adott szituációban mit kell csinálni, mit lehet megcsinálni. Ezt most Szakmári csinálta jól. Aztán elrontja a nyitását, úgyhogy a két adonálből nullára kijött Szakmári. 18-17. Fábián és így, és egyelőre nem jön, csak ott ülnek kispadon. Tanja Matic! Az mekkora ütés volt. Nem lettem volna most szívesen Jászberényi térfélen, mert ez
életveszélyes bomba volt. Bodnár lesimítja a rossz fogadás után a labdát. Igen, ennyi történik, ha jó a nyitás. Rögtön lehet belőle dolgozni. 20-17, de Gábor időt is kér. Igazi sark játszva a két vezetőedző között. Most a vendégeknek kell lépni, és Deve Gábor melyik bábót veszi elő, ez a nagy kérdés most. Hát igen, ott eltűnik a jászberenyi hölgyek között. Deve Gábor nem egy röplabdás alkat, ezt leszögezhetjük. De hát nem is neki kell blokkolnia, vagy beütnie az ittszereket. Teszik játékosai. 17-es hazai vezetés tehát. Sara Clement. Misonova, azaz Misi a befejező. 20-18. Bolgár játékos hosszú idő után hozzátesz egy pontot. 20-18. Továbbra is ragad. Mennyiságban 5. helyen álló Jászberény. És az egy szerencsés ütés. Vagy mondjuk úgy, hogy pontos volt Tanja Máticstól. Legyünk optimistábbak. Kellett is, hiszen így megmarad a 3 pontos különbség. És egy nagyon jó nyitás, Lékó. Nagy gonddal szedte össze, de aztán Blaker ront a hálónál. 22-18 most. Közelebb az egyenlítéshez a Csaba, mint a 2-0-hoz a Jászberény. Csere a vendégeknél. Blaker ül le pihenni, és 3-as Albert Tóg Bettina a pályán. Misonova Vadicshoz és Szakmárihoz hasonlóan, mint a gép, úgy gyártja ezeket az ütéseket. 22-19, jön a visszacsere gyorsan. Hiszen Leicher jó nyitójátékos. És kint van a blokkról. Jó sütése, 23-19, 2 pontra az egyenlítéstől. BRS-re. És akkor most jön a csere, amelyre már készült az utóbbi percekben. Az egy csapat, Sóskiba lett ülle pihenni, és Ijés Bettina árvassal a pályán. Tanja Matics következik. Nem is volt rossz az a nyitás. És egy óriási out Misonovától. Csak hogy neki se jöjjön be minden. 5 játszva labdája van az egy együttesnek. Újabb csere a vendégeknél. Gregor Helga 13-assal Misonova helyén. De meg Gábor egy kicsit ellopta már ezt a játszmát. Csere azt mutatja, hát így aztán végleg eldobhatja. Tanja Matics most tényleg ászt nyitott. Nem úgy, mint a második szett közepén. 25-19-el megvan az egyenlítés. Így várhatjuk a harmadik játszmát. Csabai csatakiáltás is megvolt. 25-19-el egyenlített a BRS-e is. Ha nem is sziporkázó játékkal. De összejött a játszma győzelem.
játszér, ami a nyitásokat és a nyitásfogadásokat illeti, abban nem remekelt a csabai együttes, de már hosszabb ideig működött ez a játékelem a második játszmában, így nem kellett izgulni a végén, és nem kellett kiélezett játékba belemenni a hajrában. Szakmári hitásával kezdődik második játszmát, a Jászberényi lányok még nem készültek föl, úgy érzem, a harmadik játszmára, mert mindenki állva várta a labdát. Szakmári ezt nem áríthatta. Pintér, a pontszerző. Egy-egy. Egy személyes blokk. Pintér alkotta. Nem kellett neki segítőtárs, egyedül megoldotta. 2-1 a vendégeknek. Sós természetesen visszatért folytatásra. Már tovább a játék. Most középről a támadás, de ezt is levédekezték a vendégek. Ezt már nem lehet, Tálas! Szenzációs megoldás megint csak. Ilyet nem sokan tudnak a magyar mezőnyben, amit Tálas Zsuzsa elővezet második szándékból. 2-2. És egy nagyon jó nyitás, Szerak Lement. Hát ebben is van mit javulni. Most egy ász. Most kell odafigyelni, hogy 100 után ne jöjjön a rontott nyitás. Meg is van. És még mindig megvan. Nagy mezőny munka itt is, ott is. Matics! Ő mondja ki az utolsó szót ebben a labdamenetben. Oda a sarokba helyezi a labdát. Matics 10 pont közelében már. Szerak Lement következik. Ez is jó nyitás. Ezt már nem lehetett összeszedni. Pintér is kiválóan játszik, azt kell, hogy mondjam. Misonoma mellett ő gyártja a pontokat. És az sajnos most kint van. Úgyhogy 4-2 után gyorsan egyenlít a Jászberény, 4-4. És egy ászértékű nyitás. Most a csavaiak aludtak el a nyitásnál, hiszen ez a labda könnyedén meg lehetett volna jobb koncentrációval. Ki van a Gárlavics. Menni lehet behúzni így egy ászt. Ez most könnyedén megvolt, Tálas. Ezt most összeszedték a vendégek. Sós üti outra. Fordulatos ez a játszma eddig. 3 tavalyi pont után most Berényiek szereznek 4-et. 6-4-re ők vezetnek most. Csavai fanatik
és beleerősíteni a látóról. Kell is, mert most Matics is rond. Sasa Nedeljkovic pedig időt kér. Az egy mester megint csak úgy érzékeli, hogy rövid zárlat van. Kapott a játékában. Hát jól érzékeli, mert 4-2 után, mintha nem lenne pályán a Csabai gárda. Úgyhogy mindenképpen szükség volt az időkérésre, még a technikai szünet előtt. Vissza akar zárkózni a mérkőzésbe az egy vezetőedző. Mindenképpen egy taktikai csatáról van szó, mert két vezetőedző is figyel minden rezdülésre, és nagyon tudják, hogy mikor kell időt kérni, mikor kell belenyúlni a mérkőzésbe. Lássuk, hogy ez most hogyan sikerül Csabai mesternek. A szaháló van akadt meg, úgyhogy 8-4-es Jászberényi vezetés az első technikai szünetnél. Hát nem sikerült Sasa Nedeljkovic terve, bármint a zárkózás a technikai szünet előtt. Minusz 4 tavalyi szempontból, és 0-6-os sorozat, ami az utóbbi pár percet jellemzi. Azok után, hogy a második játszmában a már biztató produkciót mutattak a csabai lányok, most megint visszaesett egy kicsit a játék. Úgyhogy hátrányból kell dolgozni megint csak, de a csabai lányok már számtalanszor megmutatták, hogy nem adják föl, és nincs olyan hátrány, amiből tudnának felállni. Lássuk ezúttal, hogy megy ez. Ivana Gárdovics csapatkapitány. Ő nem unja ezt a szerepet, hogy másután ő nyit. Most nem ő következik majd, mert Tanja Matics lezárja a szoros sorozatot. 8-5-re hozza csapatát. Tálas szerválhat. Hálóval együtt oldja meg Pintér. Tudom, a Gárdovics és Pintér között igazságosan azt nekem a pontok, nincsen egy különbség. 9-5. És egy gyász! Pintér csapott a parkettára, de ezután nem hosszúsa, hanem inkább örömében tette mindezt, oda a vonal mellé navigálta ezt a labdát. 10-5-ös Jászberényi vezetés, ez most nagy előnynek számít, főleg úgy, hogy ezt a fogadást sem sikerült összehozni az ajaknak. 11-5, és csabaiak ellevik a második időkérésüket ebben a játszmában. Még viszonylag korán, de 11-5-ös hátrányban nincs más lehetősége az egy mesternek, mint rányomni az időkérést jelző gombra. Pillanatokon belül kiderül, hogy cserével frissít-e Sasa Nedeljkovic, mert azért benne van a kezekben és a lábakban a görögországi mérkőzés is, az utazás. Nem tartom kizártnak azt, hogy
belenyúl majd a mérkőzésbe, egyelőre még nem. És bevetésre készen, ott a kispadon már. Van a Misonova. Ott még egy kis külön képzés, de meg Ábartól. 11-5-ös vendégvezetés, és nagyon jó nyitásokat küld Pintér a Csabai térfélre. És beleért valaki, ezek szerint. De meg Ábor szúrósan néz Nagy Lajosra. Nehezen dolgozza fel a Berényi mester ezt a döntést, 11-6. Misonova a blokk segítségével megoldja, 12-6. Őrzi 6 pontos vezetését. Eddig Jász Berény. Bleicher. És most egy jó blokk Vanék részéről. Hát ha lehet egy gödör mély, akkor ez most nagyon mély. Van honnan zárkózni. Az első csere tavalyaknál ebben a játszmában Sós helyén így is. És most már Fábián, Fanni és Spin. Renáta is ott sorakozik. Lehet, hogy tényleg több poszton lesz váltás. Szakmári nem szeretne még lejönni. Ezzel az ütéssel jelzi. Helye van a pályán. 7-13 az egy szempontból. Hát ritkán fest így az eredményjelző. Lárnyítását láthattuk, és az most meg lehet. Misonová teljesen bepörgött. Ahogy látom, most minden sül. Mi az ő kezében van, 14-7. Sara Clementnek kell odaadni a labdát. Ő nem nagyon rontja el. Őt is többet kell foglalkoztatni. Még változatosabban kell irányítani a tálasnak. Ilyes nyitása után. Az most megvan. Tálas! Kellenek is ezek a pontok, ezek demonizáló megmozdulások. 9-14, még mindig tisztes távolban a Csavaiak a vendégektől, de Deme Gábor rögtön időt kér. A vendégek vezetőedzője nem hagyja szó nélkül a történéseket. Tehát ezt már megszokhattuk ezen a mérkőzésen, mert vezetőedzők nem hagyják benne az időkéréseiket, egyik szedben sem. A vendégek próbálják megfékezni a Csabai zárkózást. Egy kérdés, hogy ez sikerül-e majd. A Csabaiaknál pedig az a nagy kérdés, hogy lesz-e még csere, lesz-e váltás ebben a szedben. Meglátjuk, hogy így is hogyan válik be, mit tud hozzátenni. A játékhoz most például egy jó nyitást tehet hozzá. Lássuk, jön az a jó nyitás. Hát nem volt rossz, mert azt nem szedik össze a vendégek. Hát igen, így kell cserélni. Jön az elismerő taps Sasa Negyelkovics-tól. No, így és Bettin, akkor még egy hasonló szervát. De hát külön ugyanoda ment a nyitás, ezt most jobban fogadták a vendégek, de
Szakmári már dolgozik is ebből. 11-14. Csinálom a 4 csabai pont. Rögtön jobban fest az eredményjelző, és rögtön hangosabb a csabai közönség is. Így és továbbra is. Szakmári dolgozik a hálónál. És az is jó! Na most valami megindult a csabai együttesnél. 12-14. Matics is újra a régi lendület. Jellemzi a játékát. Csere a vendégeknél. Gregor érkezik. Misonova ül le egy picit a padra. Nem tudnak mit kezdeni ezekkel az IJ szervákkal. Hát igen, a bajnoki címvédő azért hosszú kispaddal rendelkezik. És ha nem megy valakinek a kezdőcsapatból, akkor jön például IJ és Betty, és kiváló nyitásokkal zárkózik az együttese. Sós most egy kicsit magába fordulva ül cserejátékosok között. Ő is többet vár magától, de hát ugye sérülés és betegség után tért vissza a csapatkapitány. Neki úgy tűnik, hogy több időre lesz szüksége. A régi forma visszanyerésére rontott nyitás. Eddig oldalon 14-15. Minusz 7-ről jön vissza a szedbe. BRS-e is lehet egyenlíteni. Szakmári nyitása következik. Tanja Matic és ezt elméri. Úgyhogy nincs egyenlítés, 14-16, a másik technikai szünethez érkeztünk el. Belendült a csavai csapat, csak éppen az egyenlítés nem jött össze. Az a kulcslépés, ami egy nagy zárkózás után létfontosságú. Az egyelőre még nem sikerült, de még van jócskán ebből a szedből. Lehet fordítani. Negyeljkovics természetesen olyan vehemenciával mutogat, mint korábbiakban. Lássuk, hogy folytatódik-e az a tendencia, ami utóbbi percekben pályán zajlott. Vagy tud frissíteni a játszberény is, megtartja a vezetését. Ezek a kérdések várnak megválaszolásra. Azt nem lehet már megfogni. Pintér hosszú idő után. Ez hozzá a játékhoz megint, minusz 3. Brukovics. Már szavarták egy kicsit a berényiek. Matic megoldja. Pintér és Gardavics át vele szemben, hatástalanul 15-17. Sarah Clement. Lékónak kellett küzdeni ezzel a fogadással. Nem rajta múlott, ezt most Leiker Nóra küldte
nagyon messzire. 16-17. Megint egy pont a különbség. És most fog időt kérni, de meg Gábor ő is elhasználja a második időkérését. Úgyhogy nem marad a hajrára a vezető edzőknek, úgyhogy ezután az időkérés után már csak a pályán lévőkön múlik, hogy mi zajlik, és ki szerez vezetést egy-egy után. Ugye megint kulcs fontosságú pillanathoz érkeztünk el, hiszen egy pontos forban vendégek. Újabb egyenlítési lehetőség csavarjaiak előtt. Kérdés, hogy összejön-e. Végre a csavai csapatnak, hiszen ugye legutóbb döntetlen 4-4-nél volt ebben a játszmában. Azóta folyamatosan vendégek vezettek. Sarah Clement. Azt lesimítja Pintér. Ő nem szeretne csavai egyenlítésnek. Nézzük. Megint mínusz kettő. Tanya Matic fedezi meg a hátrányt. Matic kisebb hullámvölgyet eltekintve jól teljesít, megint csak átlépte már a 10 pontot. A mérkőzésen is egy csere. Az ajaknál most Dános le és Fábián a nyitáshoz. Csányi, ezt nem lehetett kezelni. 17-19. Jön a visszacsere. Pintér várja a jelet, meg is kapja Mezei Zoltántól. Nem volt jó a fogadás megint csak, és ha nem jó a fogadás, akkor könnyedén jön a befejezés a másik oldalról. 17-20, megint mínusz 3, és libero poszton a csere, Molcsányi lent, Spin Renáta a pályán. Matic! Ő nem fékez. 18-20. Tanya Matic, ha már beütötte, akkor jön is nyitni. Misonova. Pontszerző és Sasa Negyelkovics dühében nagyon nagy gólt rúgott a kézilabda kapuba, de hát ezért most nem jár gól, nem jár pont. Feszültség levezetésnek jó volt. 18-21. Bodnár ezt most beütötte. 19-21. Nézzük most, hogy sikerül a hajrá. Az első szedben nem jött össze csabaiaknak. Az egy nagyon jó nyitás, Bodnár! Hát ilyenekre van szükség. Tőle is. Bodnárnak szólt. Nagy.
kirohanás hazai vezetőedzőtől, azóta két jó megmozdulás Bodnártól. Lehet, hogy erre volt szükség, hogy felpörögjön Csabaiak centere. Megint csak egy pont a különbség, de összejön az az egyenlítés. Összejöhet, ha jó lesz az akció. Ketten is ott a Csabaiak közül. Szakmári és Clement ölelkezik. Hát erről van szó, így kell menni a labdáért. Most egymás elől vették el gyakorlatilag a befejezés lehetőségét. Szakmári kért elnézést az amerikai légióstól. Most ő volt gyorsabb. Na összejött az egalizálás. 21-21. 4-4 után, tehát megint döntetlen, de most már tényleg a hajrában vagyunk itt az első szedben. Jó a nyitás. És jó a bomba Szakmári! 22-21. Kormos Mihály és Nagy Attila reklamál. Itt a lelántóról. Cserével nem stimmel valami. Valószínűleg. Az egyik szakmai igazgatója reklamált lelkesen. Közben pontot szerzett a Jászberény. 22-22. Lékó. És Szara Clement köszöni meg a kiváló előkészítést. 23-22. Egyel, megint a Csabaiak járnak előrébb. Így is. Ki jól ment ma a nyitás eddig. Tanya Matic! 24-22. Hát nagyot küzdött a Csabai csapat, amíg eljutott játszólabdáig. Hát a 14-7-es Jászberényi vezetésnél nem úgy tűnt, hogy Csabai játszólabda lesz. De most kettő darab egymás után. Mégis ott van a Csabaiak kezében. És az elsőt el is rontja a Jászberény. 25-22. De meg Gábor nagyon dühös, de a Csabaiak vezetnek 2-1-re. Innen jön majd a folytatás. Nagy küzdelemben megszerezte a vezetést a mérkőzésen a Csabai csapat. 0-1-ről. Fordítva, most már 2-1 az állás. Nézzük, hogy sikerül-e ezt a lendületet átmenteni erre az etapra. Egy jó blokk, eredményes volt a hálónál, és senki szabálytalanodott, ez is fontosságú volt. Így is jól szállt be az előző szedben, de Sós Nikolett kezdte most a játékot a negyedikben. Ezt most Álas elrontja. Most rossz döntést hozott a feladó. Túlvállalta magát most. Innen pont nem láttam takarásból, hogy tehát volna jobban ezt kivitelezni. És nem látta Pintér, hogy hová potyra a labda. Mögötte Pleicher. Hiába
viszont vászott a labdáért, 2-1-re a csabaiak vezetnek. Csak áttették a csabaiak nagy nehezen, de így utólag mint hiába, mert a jászberényiek nem tették meg azt a szívességet, hogy elrontják. 2-2. Pintér. Nagyon nagy nyitás, Pintér. Jól játszik. Jó a védekezés. És a nagy ütés oda a sarokba. Az nagyon pontos volt Szakváritól. Három kettes csabai vezetés. Szóval Negyeljkovics súgta oda Tálasnak, hová menjen a nyitás. Az kint van. Misonová. Négy kettő az egyek javára. Ez a mérkőzésen már bebizonyosodott, hogy akár egy 7 pontos előny is lehet kevés. Ugye a kettő az elhanyagolható. Borsos Lili nagyon régen szerzett pontot szőrévén, Jászberén. Neki nem is az elsődleges feladata, pontok termelése. 4-3. Matic fogadott. Tálas nagyszerűen szedte össze a labdát. És Moncsányi is ugye visszatért pályára. Frissen is mozog, ezt meg már nem lehet. Brukovics vetődött érte, mutatja, hogy az övé volt, tehát szerintem nagyon lehetett mit kezdeni. 5-3. Nagy párba jött a hálónál. És az visszajön Jászberi térfélre. 6-3. Tanya Matic társal, ő is megkapja koordinátákat, hová kell küldeni a labdát. És most pontatlanul játszanak a vendégek, ami csabaiaknál is előfordult ezen a találkozón. Most a jászberényiek nem nagyon találják a pályát, amikor ott van a lehetőség. Most Misonová rontott kettőt is, rövid időn belül ebben a játszmában, itt első pár pillanatban. És ez is hozzájárult ahhoz, hogy 7-3-as csabai vezetés és Jászberény időkérés következzen. Most már a vendégeknek nincs sok választásuk. Utána, hogy vezettek a mérkőzésen 1-0-ra, valamint a harmadikban is jól álltak. Most az életben maradásért mennek. Matic.
Pintér teszi át, érdekes mozdulattal. És az jó Szakmáritól, aki már 15-nél jár, mérkőzésen 8-3-as Csabai vezetés az első technikai szünetben, a negyedik játék részben járunk, és most úgy kezdte a játszvát a BRS, ahogy azt kell, amikor egy csapat lendületből jön, hiszen azért azt a harmadik játszvát nagyon kényezetre hozták a hazai lányok, hátrányból kellett fordítani, most nem ragadt benne a fordulásnál a csabai csapat, hanem üti azt a bizonyos vasat, és 8-3-ra vezet. A Jászberényi lányok most hozzánk nagyon gyors és rövid utasításokat kaptak, mert ők már ott állnak a pálya szélén, és tetre készek. Tehát lehet, hogy ez már kevés a csabaiakkal szemben, mert lendületben. Tanya Maticsék. És a hazaiak szerb játékosa továbbra is nyitással, és a hálót is segítségül hívja. 9-3. És még egy ászértékű nyitás. Most földre lehet kényszeríteni az ellenfelet, mert kicsit szétesett a Jászberény a negyedik etapra. Eddig nagyon jól dolgoztak mezőnyben is kékmezes lányok, most azonban nyitásfogadás sem megy gördülékenyen. Ekkor jön egy vendégblokk. Misonová és Borsos voltak az elkövetők. 10-4. Misonová. Az bent volt. Matics méregette sokáig, hogy hozzáérjen-e. Ő kockáztatott. Ez most nem jött be. 10-5. Ha már Misonovánál tartunk, ugye volt itt két rontása ebben a szedben, aztán most két jó megmozdulással javított valamelyest az összképen. Léko sokat dolgozik ezen a meccsen, de mindent ő sem tud összeszedni. Szerzett pontot, és ő nyit. Misonová rontja el, 12-5. Az is jó nyitás volt. Szakmári, az is nagyon finom. Megmozdulás. 13-5. Nincsen időkérés, nincsen technikai szövet. Sasa Negyelkovics terelte vissza a lányokat a pályára. Ahogy egy interjúban, amikor ki is derült, Mocsányi Rita árult el, hogy a meccs közben nézik, hogy mennyi az eredmény, nem csak csinálják és mennek. Most is valami ilyesmi lehetett a háttérben, mert csak úgy érzésre indultak le a technikai szünet ez a lányok, aztán még nem ott tartunk.
14-5-ös Csabai vezetés. Most eldőlni látszik a csata. Mindenki, aki Csabai, szól a lelátóról. És Lékó is ront egy nyitásfogadást. Most tényleg egy kicsit kifogyott a benzin abból a Jászberényi tartályból, mert teljesen megálltak a kékmezős lányok. Tetszés szerint éri el a pontokat, a Csabai gárda és én már 10 van közte. Bodnár rontott pattogtatás közben, de az nem számít bele, hiszen a nyitás az meg annál jobb volt. Szára Klement. 16-5-ös Csabai vezetés. Most ellenállhatatlan ezekben a pillanatokban a Csabai csapat, ami mellé jön a Jászberényiek hatalmas formahanyatlása. Hát, nagyon megviselte a kékmezős hölgyeket ez az előző játszma, hogy 7 pontos vezetésről nem sikerült megnyerni ezt a játékrészt. Deme Gábor is most elég röviden lerendezi ezeket a technikai szüneteket, időkéréseket. Nem nagyon van már azon a vágdás táblán olyan figura, amit fel lehetne rajzolni mínusz 11-nél. Igen, a Jászberényi csapat mindenképpen fejlődött tavalyhoz képest, de még nem biztos, hogy képes arra, hogy egy ilyen hosszú mérkőzést végigbírjon fejben és fizikailag. Tehát az agyak javára is. Marist bíztatták a lelátóról, mint hiába, mert Borsos szerhez pontot. 16-6. Rossz fogadás most Szakmáritól. Borsos, így egy ászértékű nyitás tudhat magáénak. Szakmári. Hét megint csak 10 pont a különbség, ez nyugodtan nevezhető magabiztos vezetésnek. Ez már olyan előny, amit végig lehet vinni, hogy nehezen át teszik a vendégek. És Pintér ront. Ő teszi fel a kezét. 18-7. Deme Gábor időt kér ugyan, de ez már olyan veszett fejszennyele. Oda hívja kékmezős hölgyeket maga köré, de itt már sok csodát nem tud véghez vinni. Ez most már inkább egy-egy labdamenetre, egy-egy pontra szólt ez az időkérés. Összességében tartsa meg. Becsületét a csapat, és ne essen szét itt a mérkőzés végére. 7 pontra a befejezéstől a csabai csapat. Tehát az időkérés után.
Conte 19-7. Sós rosszul ért hozzá a labdához. Ez így nem juthatott át Jász Berényi térfélre. 19-8. És Kocsmár Karola érkezik először a mérkőzésen Blaker helyére. Ez óriási out. Kovács Fatime is a pályán. Adott el ezt a nyitást 5 pontra a győzelemtől. A BRS egy nagyon küzdelmes, egy nagyon harcos mérkőzésen. Matics ezt most elrontja. A 9. Jászban ennyi pont. Bertuk. Adja meg, Misonova, akinek nagyon jól ment a játék sokáig, aztán ő is elfogyott a hajrára. A hálóban a nyitás, célra testbeszéd, árulkodó a vendégeknél, már nem nagyon hisznek itt a fordításban. 21-10. Matics! Hogy ne maradjon le annyira Szakmáritól külön versenyben. 22-10. Még 3 pont kell hazai csapatnak. Tálas, ez most nem jött belé, kóvavasta. De aztán Misonova rontja el. 23-10. Most ezen az estén 3 szoros szetre volt jó. A Jász Berény ebből egyet sikerült megnyerni a vendégeknek. De a bajnoki címvédő ezúttal sem ajándékozott pontot az ellenfélnek. Mi a végeredményt illeti majd, 23-11. Pintér, ő is nagyot játszott. Ilyen nyitásokat eresztett meg mérkőzéseken, ez csak az operatőr kollégát veszélyeztette. 24-11. 13 mérkőzés labdája van csabai lányoknak, és mindenki talpon a városi sportcsarnokban. Hát igen, a csabai csapat sokféleképpen tud mérkőzést nyerni most, fogcsikorgatva a hátrányból, nagyot küzdve lesz meg a siker. Ez is éppen ugyanannyit ér, mint egy sima 3-0, és ahogy látszik is most a csabai lányokon, azért örülök ennek a győzelemnek, mert ez is egy fontos mérkőzés volt. És végül a 4. játszmában már nem kellett sokat izgulni a végeredmény. Tehát még egyszer Békés Csaba, Jász Berény 3-1. Köszönöm a nézők megtisztelő figyelmét, viszont látásra, viszont hallásra.